Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy általános kivetés, de ezúttal nem szerelmi dolgokról van szó, hanem a munkahelyedről. Persze megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a munkahelyi jóslást, a díjam 4000 forint, védikus asztrológiával együtt, ahol kitérek a munkahelyi helyzetre, meg arra is, hogy milyen változások lesznek, és mikor, ebben az esetben a díjam 10.000 forint. És megnézzük most azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt a téli kártyák jelentik a te jelenlegi helyzetedet, a jelenlegi munkahelyedet, és itt a nyári kártyák a lehetőségeket, tehát a jövőt. Itt látható egy fiatal férfi a képen, a kezében van ez a kehely, ami az érzelmekre utal. Az lehet, hogy van egy szerelmi kapcsolatod a munkahelyeden. Az is lehet, hogy nem tudsz róla, de valaki kedvel téged. Amit a kép még jelenthet, hogy hallgass a saját intuíciódra, vagy lehet, hogy egy fiatalabb férfi segít neked a munkahelyen. Lehet, hogy kicsit hangos a háttérben, mert most átépítjük a konyhát, és itt vannak a szerelők, meg a kőművesek, úgyhogy most itt a házban szorgalmasan dolgoznak. Csak azért említettem meg, hogy tudjátok azt, hogy ha esetleg kicsit hangosabb, akkor hogy miért van ez így. Itt a képen megjelenik a király. Ami a munkahelyedet illeti, ez lehet a főnököd. De hogy milyen tervei vannak, meg mit akar, ő is bizonytalan, hiszen úgy gondolja ez a főnök, hogy minden a feje tetejére állt, olyan bizonytalan, de nem mondja ki azt, hogy vannak bizonytalanságok nála, meg nem tudja hogyan tovább, hanem olyan a fellépése, mint egy könig, mint egy király. Olyan a fellépése, mint egy király. De a kezében van a kehely, ami az érzelmekre utal, tehát vagy vannak érzelmei részéről, vagy nagyon megértő. Az, hogy vannak bizonytalanságok, nem lehet tudni, hogyan tovább, ez elmúlik, mert itt lesz egy új kezdet, egy stabil helyzet. Lehet, hogy változik a pozíciód, vagy változik a király, tehát a főnök hozzáállása. Az is lehet, hogy a főnök elmegy, és akkor lesz egy új főnök vagy főnöknő, ezáltal változik a helyzet. Ami látható a képen, hogy vannak bizonytalanságok, nem lehet tudni, hogyan tovább, de ezek nem téged érintenek, hanem a királyt, tehát a főnököd. Ami viszont téged illet, itt meg lehet a biztonság érzete, tehát ha itt akarsz maradni ezen a munkahelyen, megvan erre a lehetőséged. És hogyan tovább, ezt mutatják itt a nyári kártyák. Lehet, hogy már végeztek a konyhában, ahogy hallom, most már eltávolodnak. És mi is megyünk tovább, megnézzük a jövőt. Itt van két különböző lehetőség. Valaki átnyújtja ezt számodra, kapsz jó ajánlatot. Sőt, itt ezen a képen még több irány látható. Két jó ajánlat, két különböző ajánlat, de ezen kívül még vannak számodra más lehetőségek is. Itt sikereid lesznek.
Azon kívül itt vannak a fontos döntések és a kommunikáció. De mielőtt elhatároznád azt, hogy legyen egy új kezdet, és elfogadod ezt az ajánlatot, pihent ki magad. Ne légy türelmetlen, inkább gondold át jól a dolgokat. Tehát itt arról van szó, hogy a munkahelyeden vannak érzelmek, lehet, hogy valaki szerelmes beléd, vagy van egy szerelmi kapcsolat a munkahelyen, de kedvelnek téged. Ami a főnököt illeti, ő nagyon bizonytalan, nem tudja, hogy maradjon-e, vagy menjen el, hogy hogyan tovább. Ami téged illet, lesz egy új kezdet, vagy egy más pozíció. A lényeg az, hogy a munkahelyed stabil. Viszont, ha nem érzed jól magadat, és te is bizonytalan vagy, akkor vannak lehetőségeid, itt két különböző személy átnyújt számodra egy ajánlatot, ne siessd el a dolgokat, nézz körül, hogy még milyen lehetőségeid vannak, melyik irányba, és abba az irányba kell tekinteni, győzni fogsz, sikereid lesznek, mert felvesznek. És itt van a döntés, meg a beszélgetés. És ez volt az általános jóslás, ami a munkahelyedet illeti. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!